relax van, popsid le, csücs az ágyra, ritmusra jár a szívem és a láva. Kezdődnek egy kicsit, mesélj nekem arra, hogy hogy alakult ez ki, hogy egyszerre van Bialex mint mentor, Bialex és a slep, és van az a fajta Bialex, aki ilyen trash vonalon rappel, mint senki se. Nem rappel. Nem rappel. Szigorúan nem rappel, nem is tud. Hát a senki se, az egy ilyen szerelem projektként indult, még 2016-ban, januárjában. Hát olyan muzsikákat csináltunk a Gergővel, amit nem tudtunk beleilleszteni a slapbe, mert semmi köze hozzá. És akkor végül ez lett belőle, de nekem az nem main projektem, és a Gergővel is beszéltük, hogy mi nem akarunk sokat koncertezni. Kb. Évente 2-3-at. És ennyi. Lehet, hogy csinálunk jövőre is egy-két jó dalt, az is lehet, hogy semmit. Ezt nem lehet tudni. Azért a slap az első. Meg nagyon nagy zavart is kelt az emberek fejében, hogy a kicsi ez az ország amúgy. Az ilyen side projektek mindig nagy zavart keltenek. És akkor még emellett ott van a mentor, a Kodás, az X-faktorban, tehát mint egy ilyen tévészereplős létszféra megint más oldalat mutatja meg. De én szeretem ezt, mert mindig olyan voltam, hogy nem szerettem egyfelé csinálni dolgokat, mindig szerettem így sokfelé gondolkodni, nem hozza fel, így gyorsan elkezdett tartozni, és ez nem jó. A hétköznapi életben melyik vagy inkább? Ez az ilyen viszonylag vicces szövegeket író senki se projektes Alex? Az X-faktorban nagyon komoly Alex, vagy inkább ez a kicsit ilyen befelé fordulósabb srác, mint ami ennek? Hát, mint ahogy kifele is látszik, mindezeknek az együttese vagyok szerintem. És hajlamos vagyok túl agyalni dolgokat, tehát nagyon agyalós típus vagyok. Viszont már egyre jobban megtanultam ezt kezelni. Ugye 25 évesen nem annyira tudod kezelni, akkor könnyen depressziós leszel. 30 évesen, meg már azon túl, meg már azért tisztábban látod a dolgaidat, ha nem, akkor már annyira kell úgyis. Szerinted az emberek megértik a te zeneidet? Gondolok itt bármelyikre, például az UUU az eléggé félrement, úgy láttam. Szerintem nem értik meg, nagyon sokan nem értik a zenéimet. Nem értik, hogy mi a mögöttes tartalom, nem látják, hogy mikor humorizálok, mikor gondolok kajak komolyan dolgokat. Nyilván ez az erős közönségben is, akik járnak koncertekre, ők biztosan igen. De ez a jó egyébként, mert például nekem például a menedzserem is mondta, hogy Alex, egyértelműen akarod értetni az emberekkel, hogy viccelsz, akkor egyértelműen viccelj. Tehát csinálj olyan klippet, írj olyan szöveget, vagy írd a dalaid elejére, hogy ez egy vicc, vagy nem tudom. De hogy én például kifejezetten utálom a zenében, ha valaki egyértelműen vicces zenét csinál. Én utálom a vicces zenéket, ki vagyok tőlük. És szeretem, ha valami ironikus, szarkasztikus, humoros, megosztó, idegesítő, viszont ezekkel a tulajdonságaival együtt viszont mém, meg szeretni tudják. És ilyen szempontból nincs különbség a kedvesem és a korsz között. Semmi tulajdonképpen, de kettő mém. Úgyhogy én szeretem ezt a fajta, nem is tudom, megosztóságot. És az X-faktorban is mindig azt mondom a srácoknak, hogy ha olvassák a kommenteteket és azt látják, hogy sok a szarozás, akkor járnak jó úton. Akkor valami elkezdett működni. Utána azt a szót, hogy polgárkukkasztó, de akkor gyakorlatilag benned van ez, hogy egy ilyen polgárkukkasztást folyamatosan szeretnél elérni? Folyamatosan nem szeretnék, de van, hogy időközönként rájön jön, hogy valami nagy hülyeséget szeretnék csinálni. Slapben nem akarok. Ott általában azért nem szeretnék. Ott értékes zenéket szeretnék csinálni. De pont azért, mert van a személyiségemnek egy olyan oldala, ami kicsit ilyen rebellis, ezért muszáj volt egy másik mesdjére is rálépnem. És ez volt a senki se, mert a slappen belül azért olyan dalok mellett, mint az én rózsám, vagy a még mindig nem akarok trollkodni. Belefér olyan trollkodás, mint mondjuk a részeg, van ilyen dalunk, de már olyan, mint mondjuk a korsz, az már ilyen meghasonlás, nem illene a repertoárba. Annak ellenére, hogy feldolgoztuk a dalt a slappel és szoktuk játszani, de mindenki tudja, hogy ez nem egy slapp dal. Úgy tudom, hogy a hörgős hardcore az kifejezetten közel áll hozzád. Ilyesmi vonalon sose gondolkodtál, vagy szerinted nem lenne rá közönség?
Nekem volt olyan zenekarom, amiben öröktem, és 250 ember nagyjából érdekelt is a történet. Úgyhogy, hát nagyjából... Ja, nem érdekel ez senkit Magyarországon, sajnos. Tudom, hogy nincs értelme az egésznek, nem szeretek az asztal fiúknak zenélni. És azok a srácok, akikkel együtt zenéltem, vagy ilyeneket csináltam, ők megmaradtak underground arcoknak. És nem tudták ezt elfogadni, hogy ismert ember lettem, úgyhogy azokból nagyon nagy összeveszések is lettek. Egy komplett lemezanyagot letöröltek Spotify-ról, meg ilyenek. Úgyhogy azok az emlékeim meg sincsenek igazából. Az előbb mondtad, hogy a dalírás az neked a legnagyobb ilyen csúcspontja a mindennapjaidnak. Hogy írsz egy dalt? Ezek a saját történeteid alapján inspirálódnak? Hát igen, ha magamnak írom, a másoknak, akkor meg nyilván bele kell helyezkednem az ő történeteikbe. Ugye a USNK-vel úgy írok együtt dalokat, hogy nagyon sokat beszélgetek velük. És megismertem már őket nagyon, és rengeteg történetük van az életükről. Elég kemény életet éltek. És azok engem nagyon inspiráltak. Tehát akkor megkapja az illető a demót, az elképzelést, a témát, és akkor szépen szétszedi magának, hogy mi az, ami tetszik, mi az, ami ő rá vonatkozik, mi az, ami nem, és akkor így mondjuk kidolgozunk. Magamnak viszont sokkal könnyebben tudok dalt írni gyakorlatilag, ha mindig van ötletem, mindig tele vagyok ötletekkel, és abban nem is szól bele senki, úgyhogy hát ezek ilyen. Nehéz elmondani, hogy hogy írsz egy dalt. Szerintem nem is nagyon lehet, nincsenek rá receptek. Nekem tele van a telefonom hangjegyzetekkel, állom szájdobolokra, rádugálok, ráénekelek, dúdolok, találom, hogy mi legyen az egy vezérszó, amiről az egész dal szól, mindig ötletelek, mindig. Mostanában ugye elég sok projekt fut egyszerre, az X-Faktornak hamarosan vége, viszont elég nagy a pörgés körülötted. Hogy vezeted le ilyenkor a stresszt? Van erre valami módszered? Hát, sokat sportolok. Az jó stresszlevezető, PlayStation-özöm, meg Clash Royale-ozok a mobiltelefonomon. És ez jó? Clash Royale, ez nagyon jó. Nagyon-nagyon jó 8 éves gyerekek ellen játszani és megverni őket. Kicsit akkor így kiéled ezt az ilyen elnyomó énedet, nem? A gyerekeket. Nem, nagyon vicces, hogy a Clash Royale az egy nagyon menő játék szerintem, és sok olyan is játszik vele, mint én, de alapvetően a gyerekek köreiben lett ez menő az a játék. És ők nagyon idegesek tudnak lenni, hogyha jobb vagy náluk. És én jobb vagyok. Természetes. Azon gondolkoztam, hogy idefele a kocsiban pont hallgattam a Mind című számodat, ami az elején úgy nem fogtam, hogy mi is lesz, vagy mi fog ebből kialakulni, és igazából ez egy brutálisan depresszív szám. Uh-huh. Igen. Igen. Hogy lehet ilyen depresszív számokat írni? Vannak ilyen érzéseid? Hát persze. Tehát a senki is azért egy trollkodós dolog, és szerettem volna egy olyan dalt írni, aminek komoly hangvétele van, de azért vannak nagy baromságok leírva a szövegben. És de azt akartam, hogy szomorú legyen egyébként, hogy így ilyen ebben a műfajban is, ebben az elektronikus vagy trap kicsit, az mondjuk nem trap egyébként, de hogy lehet szép dalokat is írni, szép dallamvezetéssel. Például szerintem az egyik legszebb dal a világon az Illusivertnek az Exo Tour Life nevű dala, amiben mindenféle drogozással, meg rockstársággal kapcsolatos témákat feszeget. És hogyha azt egy zongorafutam mellé énekli el valaki, akkor az egy nagyon szép és fájdalmas dal, annak egy tök menő. Néha valami hasonlót akarok mindig én is csinálni, hogy legyen fájdalmas, de legyen menő, és legyen százféleképpen feldolgozható, mindig is ilyen célkitűzéseim szoktak lenni, mikor zenét írok. Szeretem a szomorú dalokat alapvetően, azok közelebb állnak mindig hozzám. Bennem vannak ilyen érzések, és szeretem megtalálni a megfelelő utat az emberekhez, hogy elmondjam nekik ezeket. Csak az jut eszembe ilyenkor, hogy a Puskás szokta mindig mondani, hogy utálja az olyan embereket, akik bejönnek, és azt mondják, hogy adni szeretnék a zenével valamit az embereknek, meg minden. De mondja, hogy én azért kezdtem el zenélni, mondta a Puskás, mert csajozni akartam. Azt akartam, hogy legyen barátnőm, és azért kezdtem el zenélni. És így mondtam, hogy én nem. Én azért kezdtem el zenélni, mert úgy éreztem, hogy nem ért meg senki sem, és
szerettem volna, hogy valaki megértsen. Ezért kezdtem el zenélni, tehát nekem tök más motiváció van, és a mai napjainkban is úgy érzem, hogy nem ért meg egy csomó mindenki, és mindig megpróbálom különbözőféle módokon elmondani azt, amire éppen gondolok. Hát nagyon zártan éled a magánéletedet. Ez miért van? Tehát, hogy a fanokkal is elutasítóbb vagy? Mert azt szoktam látni egyébként, hogy nagyon sok kommentre válaszolsz, egy csomó interakciód van a rajongókkal, de azért mégis olyan távolságtartóan bánsz velük. Hát muszáj távolságot tartani, mert nem tudom, ez egy ilyen... Szerintem az egész előadói létszféra arról szól, hogy nem vagyok egy az utcáról. És én nem vagyok. Én ezt gondolom, és én ehhez tartom is magam. Nagyon szeretem a közönségemet, és nagyon nagyra becsülöm őket egyébként, és ezt el is szoktam mondani a koncerteken is, mert nekem tényleg nagyon fontos olyan dolgok, hogy egy hónappal előre sold out lesz egy bulid, és alapvetően azért tudom, hogy mindenki ismer, de tudom, hogy nem a Bilex és a legeslegnépszerűbb zenekar ebben az országban. És mégis sokan értékelik ezt a fajta zenét, amit én csinálok. Ezt tudomására kell hozni a rajongó bázisnak, hogy ezt te tiszteled és becsülöd. Ezért tartok nagyon nagy interakciót velük. Viszont van egy határ. Tehát, hogy mikor interakciót tartok a követőimmel, akkor nem csajozni akarok, hanem barátkozni szeretnék, hanem egész egyszerűen csak kifejezni a, hogy is mondjam, a respektemet én is, ugyanúgy, ahogy ők is, hogyha eljönnek egy koncertemre. A tetovált emberek mindig utálják, amikor megkérdezik, de úgy hallottam, hogy most a napokban is tetováltattál. Nem jött össze, mert nem volt rá időnk, se a Robinak, se nekem. A Gorbás Robi a kedvenc magyar tetoválnom, sok tetoválásomat is csinálta, és legalább annyi elfoglalt, mint amennyire mostanában én is vagyok. Szóval nem nagyon tudjuk összehozni a csávó, nem nagy rockstar amúgy. Lett volna valami apropója most ennek a tetoválásnak? Hát, hogy már 2 éve nem tetováltattam. Ó! És a többi egyébként jelent valamit rajtad? Nem jelent semmit. Csak úgy fun? Ja, elférő, mit tudom, van egy tetoválásom, mondjuk ez. Ez olyan, hogy itt volt egy argentin tetováló művész, és hoznak az egyik szalonban, ők is barátaim, a Hamiék, és írtak nekem, hogy itt van ez a argentin tetováló, nem akarok egy gyorsan varratni valamit, és épp kajáltam. Uh-huh. És mondtam, hogy de írjatok be gyorsan, délután bemegyek. És akkor bementem, és mondtam neki, hogy tetováljon rám valamit. És mondta, hogy egy anatómiai szív jó lesz? Mondom, jó. Hol legyen? Mondom, mit tudom én itt, és akkor tetovál. Ez igen, az ilyen sztorikat szeretem. Mik a tervek a jövő évedre? Most, ha lezajlik az X-faktor, hova tovább? Szeretnék ismét új, meglepő nótákat kihozni. És több közreműködésen agyalok, és dolgozom éppen. Szeretnénk például a Hero-val egy érdekes dalt készíteni, ami nem senki se Hero, hanem Bilex és a Slap Hero. Wow! Tehát olyan zenét csinálunk éppen, ami a Slappet egy kicsit közelebb viszi a Hero-hoz, a Hero-t viszont kicsit közelebb hozza a Slaphez. És szerintem ez egy nagyon érdekes dolog, és megosztó is lesz. Kíváncsi vagyok kifejezetten erre. Én is. Köszönjük szépen! Köszönöm, hogy itt vagyok. Köszönjük, hogy itt vagy!